Halló, halló! Élőben vagyunk? Élőben. Folytasd, Léci, azt, hogy mi volt ebben, csak így... Nem figyeltél oda, Madi megkérdezte, hogy ott fönn a klónok azok eredetiek-e. Mondom, természetesen eredetiek, mert mi nem foglalkozunk klónokkal. De ugye csak meséltem a Madinak, hogy a... Van ez a JHS pedálok, lehet, hogy ismered őket, a sok fehér, meg a színes, ez egy, mögötte egy Josh Scott nevű figura van, aki rengeteg podcastot nyom gitártémában, és imádja a többiek pedálját is bevonni, tehát nem csak a saját pedáljait tolja. És akkor most általában, én nem láttam még a videót, csak már annyi videó készült róla, Bad mondta, hogy a Bad Monkey az pont úgy szól, mint egy klón, csinált egy felvételt, amin nem lehet meghallani a különbséget, hogy mikor vált a kettő között. Azt én is hallgattam. A Bad Monkey, ami eddig állítólag ilyen 20 dollár lehetett kapni, használtam. Most már 400. 600, meg 1000, meg mit tudom, milyen dollárokért árulják. És ugye szidják őt, hogy miért ment fel a Bad Monkey ára. Uraim, 19 évük lett volna, hogy megvegyék a Bad Monkey-t, és egyébként meg örüljenek annak, ami van, és azzal tanuljanak meg gitározni. Igen, igen. Hát ez egy ez mindenki. Nekem volt Bad Monkey. Bad Monkey. Eladtam. Most hogy bánhatod? Nekem azt tetszett rajta. Most. Azt tetszett rajta, hogy van rajta EQ. Én eleve szeretem azokat a drive-okat, amik van EQ. Bocsánat, közben itt bemelegszünk, volt még itt egy kis igazgatás, meg így a kedves kolléga, nagyon picit belelógott a képbe, de legalább látjátok, hogy több kamerával dolgozunk. Na hát, szép jó eset kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Színpadon! Sziasztok! A szelekgitár, na de meglepetés vendégünkkel. Meglepetés. Nem áruljuk el, ki lesz ez. Igen, igen, nekem is meglepetés. Tehát, igen. Üdvözlünk, üdvözlünk itt lent. Örülök. Köszönjük. Örülök. Köszönjük. Örülök. Nekem volt egy ilyen kis gondolatom és elnézést ezzel a kezdéssel, hogy nagyon szépen köszönjük itt vagy, nagyon szépen köszönjük, hogy a Kórodi Tominál részt veszel, és így a gitározásról így megosztod a dolgaidat. Szerintem a gitár témát, ugye mint szelegitáz, nem szeretnénk, ha elhalna, nem szeretnénk, hogyha meghalna a szintetizátorok meg a digitális zene mögött. Pedig van rá esély, de hát azért vagy itt, meg azért hívunk meg, meg mindenki azért hív meg, hogy áruld, terjeszd az igét, és minél többet beszéljünk gitározásról, sőt, engedd meg, hogy olyan jó, hogy nekünk is nagy Eric Claptonunk itt Magyarországon, aki ilyen közel tud jönni hozzánk, és tud beszélni gitározásról. Hát én nem vagyok az Eric Clapton. Nem? Nem rád gondoltunk, de hogy van olyanunk is. Azt nem vagy az Eric Clapton, én nem vagyok. És jó, hogy valaki, akit a gitárosok szeretnek, követnek, figyelik, próbálnak tőle hát tanulni. Valami hízelgő, de figyelj, én igazából nem, tehát én nem tanítok a szó alantos értelmében, tehát hogy nincs nálam ilyen. Én csinálom, amit csinálok. De hát a lécet magasra teszed. Legalábbis úgy érezzük, hogy magasra teszed, és ezt nekünk érdemes figyelni, és ebből érdemes elcsípni dolgokat. Nem is ez a léc magasra tevés szerintem a dolog, ami nálam van, hanem szeretek dolgokat, amiket szeretek hallani. És hogyha amikor az ember gitározik, és érzi, hogy önmaga számára kínos, és szerintem ez minden normális embernél így van, tehát egy ilyen reflexóval rendelkezik, de akkor próbál a dolgot javítani, hogy jobb legyen. Nekem jobban tetszem. Csináltuk ezt az Island lemezt, hogy neked reklámoztam. Csináltuk ezt az Island lemezt. És a Géza, bár ugye ki volt borulva azon, hogy három szógitároztam fel a lemezt, azért, mert nem tetszett a dolog. Egyrészt én sem voltam jó, másrészt a gitárszant sem tetszett, inkább otthon akartam vele bingizni, és akkor Géza kijött, és próbálgattam mindenféle mikrofonozást, meg mindenféle dolgokat, hogy hogyan, meg merre, és akkor kidöntöttünk egynél, ami tetszett. Ami nem nyomta el a zenekart, tehát nem volt ez a nagyon maszkulin, nem tudom micsoda, de nem is volt ilyen egérkiegészítő, hanem valahol ilyen finoman belesimult a zenébe, de azért működik. És akkor ezen én elkezdtem pöcsölni, meg agyalni, valahogy ezen kelek. Érted? Tehát, hogy ezen gondolkodom, hogy kéne jól csinálni. Tudnom kéne, de hány éve vagy színpadon? Hogy gitárra vagy gitár nélkül? Gitárra. 42. És ez a 42 év alatt magadban láttad ez a fajta fejlődésedet, vagy az első naptól kezdve vagy ebben van egy? Tehát minden nap akarsz valami jobbat? Én azt gondolom, hogy az utóbbi, hogy fejlődök. Nekem a Rozsonyos Tomi mondta, hogy amikor engem először meglátott gitározni, láttam, hogy 14 éves a Soproni Liszt Ferenc művöltési háznak a színpadán, és azt mondta, hogy akkor már akkor idősebbnek tűnt jóval, mint most. Tudod, mert mással... Eltűnt a különbség? Tudod? Százalékosan már a kísérlet. Ezek így eltűnnek, ezek a dolgok. És azt mondta, hogy
azt a szót használta, hogy szemtelen gitározás. Remélem, erre nem azt értettem, mert most képzelek magamba be, hogy impostor szindrómában megvan ez a kifejezés. Az impostor, tehát hogy azt képzelem be, hogy hát azért szemtelen a gitározás, mert nem tud semmit a csinálni, de mégis gitározik. Te ezt gondolod most magad? Nem, hát ez, az ember eljut ilyen 50 és 60 között, ugye. Az ember, úgy hallottad, hogy akik eljutnak ebbe a korba. Igen, hogy mesélték. És akkor az ember elkezdi megkérdezni a saját maga teljesítményét, ami szerintem kötelező. Mm-hmm. Tehát, hogy valakinek nem merül fel az agyában, hogy ő bizonyos dolgokban nem elég. Nem elég, az nem egészséges. Én azt gondolom. Én nekem... ahogy meg öregszem, vagy idősödöm, vagy érek. Igen, ezt akartam. Acélosodsz. Igen, az ember valahogy eljut odáig, hogy egyre több ajtó nyílik ki már az idő folytán is. És azok az ajtók kinyílnak, és rájössz, hogy nem fog tudni bejárni. Mm-hmm. Tehát nem fog menni. Mert mm-hmm. tudod, elkezdesz beleszagolsz, egy picit nézegeted, és rájössz, hogy... És akkor ezt mindig meg kell találni valamit, amiben az ember úgy viszonylag kényelmesen érzi magát. Az, hogy jó, ezt majd mások eldöntik. De hogy az ember kényelmesen érzi magát, és akkor azon belül ki kell tudni teljesedni. Lehetőleg úgy, hogy azért ne legyen, legyen valami egyéniség is a dologban. De az egyéniség meg olyan, hogy az meg vagy van, vagy nincs. De ez most ugye a hangszeres tudásodra is gondolsz, vagy a maga a dalaidra, is. A dalszerzés az egy olyan dolog, hogy én nagyon vastagon benne voltam mondjuk a reklámszakmában, a filmszakmában, és az egy külön világ, ott alkalmazott művészetről van szó. A dalszerzés majdnem alkalmazott művészet, mert a dalszerzés az úgy néz ki, ha az ember nem magának írja. Ha másnak írja, akkor arról szól a dolog, gondolom én hülye, hogy megpróbál az ember a bőre alá bújni az illetőnek. Mm. És ez nem könnyű. De meg kell ismerni ahhoz valamilyen szinten, hogy ő milyen ember. Nem kezd nagyon mélyen csinálni, mert nem kell, de legalább valamilyen szinten azért meg kell ismerni. Mert én soha nem értettem azokat, hogy kivesznek a fiúba egy nótát, és odaadják, hogy... Lehet, hogy működik. Tehát simán lehet, de ez nekem mindig nehéz volt, hogy akkor hello. Érted? Rá kell szabni, mint ez olyan, mint egy öltöny, vagy mint egy nagyon-nagyon jó ruha, hogy rá kell szabni a másikra, és akkor jól fog neki állni, és jól érzi magát benne, és akkor még jobb lesz a performance. De akkor ez meg kell ismerned az illetőt, még az is, hogy a magánéletét kávézgatsz vele, dumálgatsz, én ezt addigi ezt zenéit, művészetet. Én ezt csináltam, meg nagyjából össze is, de ezt nem magadból találtam ki egyébként. Ezt a Pressze Gábortól nyúltam ezt a gondolatot, és tőle ezért nyúlni szerintem lehet ilyeneket, én azt gondolom, megéri. Ő mondta ezt, hogy a bőr alá bújni. Mm-hmm. És tényleg ez így van. De amikor csináltunk egy lemezt a Magdinak, a 11 című lemezt, azon a daloknak egy kivételével azt hiszem azokat én írtam, ha jól tudom, a zenét, a szöveget nem, mert azon se hülye vagyok. És egy volt a Picinek a dala, egy nóta volt rajta. És a Pici, mi ismertük egymást valamilyen szinte, hello, tehát elfutottunk a stúdióba egymás mellett, meg nem tudom, tehát voltak ilyenek, de volt úgy, hogy akkor én gitározza fel a nótáját, én szerettem volna, hogyha nekem játszik az én dalomban, hemondozik, meg zongorázik, és egy nagy tündér volt, el is vállalta. De egy napot végigbeszélgettünk előtte. Tehát volt egy dumálás előtte, és nagyon-nagyon jót tett mind a kettőnknek szerintem. Tehát, hogy én nekem legalábbis biztosan jobban tett mindenki. De hogy érted? És ez egy ilyen lelki folyamat, és elkezded megismerni a másikat, elkezded megismerni a világát, vagy a világlátását, amiből ösztönszerűen le tudsz szűrni következtetéseket, ami szerintem nagyon fontos egy dalírásnak. Bocsánat. Nem baj, és akkor kicsit térjünk rá Islandre. Island. Itt a reklám helye, mert örömmel reklámozunk. Aki nem tud róla, az vessen magára. Egy hét múlva ilyenkor izgatottan fogunk ülni a Műpában, és hallgatjuk az Islandet. Az Islandben a számokban részt vettél az írásban, igen. És arról mesélj, hogy amikor valakinek írsz egy számot, a Magdinak, vagy Ákosnak, vagy a Wolfkatinak, ugye az egy áldolog, de amikor egy olyan produkció is, ahol te vagy, és ráadásul gitár-orientált dolog, igen. Az mennyiben működik másképpen, azt, hogyan, vagy mi inspirál abban, vagy hogyan csinálod ezt a számírást? Az Island az egy természetlenül fogva, ugye ez volt ez az East,
abban én session voltam, mindenki azt hiszi, tag voltam, nem voltam tag, én session voltam az ízben, vendég, vagy nem tudom, így udvariasabb, meg politikailag korrekt. Featuring voltam, és ugye összehaverkodtam meg minden, és lett ez az Island, és akkor Géza mondta, hogy csináljunk valamit. Mi a Gézzel nagyon összehaverkodtunk egy billentyűsök éjszakája, nagyon jó lejátszani, én nagyon bírtam őt, remélem ő is így van ezzel, de ezt nem beszéltük meg soha. És akkor csináljunk valami ilyesmit. És akkor neki voltak ötletei, nekem is voltak ötletei, és mi átjártunk egymáshoz. Uh-huh. Aztán jött a Covid, akkor már csak küldözgettünk, uh-huh. És akkor elkezdtünk küldözgetni ötleteket, belenyúlkáltunk, volt, amikor én írtam az éned dalmamot, volt, amikor ú, ez nem jó, de jó, és akkor szép lassan, lassú víz partot most alapon elkezdtük. Igazából a dandárt azt ketten csináltuk a Gézával, ő csinált a nagyobb részét nyilván, mert ez az ő világa érvényesül, de hozzám ez nagyon közel áll. Én pedig belehoztam egy ilyen olyan gitározást, ami szerintem most nincs. Ami egyébként tök én vagyok. Mm-hmm. Tehát rám az egyik legnagyobb hatással, aki volt ilyen tizenéves koromban, az a Pink Floyd volt. Valami... Ezt nem mondja meg az Islandból, az ne hallgassa tovább a lemezt. Igen, rám egyik legnagyobb hatással az volt. A kedvenc gitárosaim akkoriban, de szerintem talán én most is, a David Gilmour volt, a Mark Knopfler, a Brian May, a Jeff Beck, az Eddie Van Halen, a Steve Lukather és a Steve Vai. Ezek voltak az én kedvenc mm-hmm. gitárosaim. És szerintem az ember ilyenekből gyúródik össze, aki más tájt, az hazudik. Tehát az azért ezen Gilmour utált a legjobban. Igen, talán. Mert az a világ, mert ez a zenekar egy atmoszférikus rockzene, egy progresszív atmoszférikus rockzene, amit én nagyon jó benne lenni. És akkor az, hogy nem projekt, tehát nem másnak írod, itt nem voltak saját. Annyira határidők, meg nyomás. De volt nyomás azért, volt. Magtatok magatoknak? Hát azért nem. Azért szégyeltük közben, most nagyon fáj a nyakam, egész nap álltam, alig tudok erre nézni. Csináltunk egy ilyet, nem baj? Ne haragudjatok. Köszönjük. Nagyon nehezen tudok fordulni. Meg is, igen. Ha szóval, így jó. Szuper. Szóval, és akkor elkezdtünk ilyen atmoszférikus dolgokat csinálni, úgy hangszerelni, most a hangszerelés, elkezdtük úgy egymásra játszani, hogy jól működjön. Igazából te meg a Géza volt, vagy akkor már... Igazából igen. Tehát hogy a Géza volt az oroszlán rész, én csak a oroszlán szag voltam ebben a történetben, tehát hogy ő volt ebben a fő hajtóerő, és akkor én csináltam egy dalt, és akkor fölvettük a Toros, mert nagyon tetszett meg a Gézának is, és akkor az lett, azt még én is énekeltem. A Tomi nagyon sajnál egyébként, mondta, hogy de mondtam, hogy figyelj, mégis élünk, igen. És akkor elkezdtünk, mondom, és akkor Géznek voltak vázlatai, és akkor szokásos. Mm-hmm. Tehát, hogy egy küldözgetés, aztán amikor már nem volt akkor a Covid, akkor már összejöttünk, és akkor utána a stúdióba játszottuk fel. Ja, szóval ennyi. Könnyű volt egyébként, mert van egy világ a zenekarnak, és ez a világ, ez számomra világos. Tehát nekem ez nem kellett másnak a bőrébe bújni. Easy. Tehát ez egy easy dolog. És ők se válnak el tőlem más, mint azt, hogy én saját magam legyek. És ez tök jó. De most már részes vagy a zenekarnak. Nem, most nem tag vagyok. Most már végül is featuring, igen, de nagyon. Featuring a négyzeten. Tehát, hogy... Ja, úgyhogy nagyon, nagyon klassz az egész. Szeretném. Aki azt gondolja, hogy még láthatja, nem tudom, van-e még esélye? Március 30-a Műpa. Meg kellett nézni. Utolsó darab jegyeket lehet, hogy még ki lehet szagolni, igen, a Vakasülőn fönt. Nagyon meglepődtünk. Lehet. És van már következő terv, vagy ezt ilyet ne kérdezzek? Hát most mi azon vagyunk, hogy játszunk, csak nagyon nehéz egy ilyen projekttel játszani, mivel hogy gondolom én ugyanaz a hozzáállás felénk, mint hogy mi álltunk magunkhoz, hogy hát úgyse lesz ez tele. Érted? Uh-huh. És most, hogy meg tele lesz, szerintem ez triggerelni fog valamit. Na akkor viszont mesélj ennek a projektben, hogy a gitárt, hogy hogyan működnek a gitárjaid benne, mit csinálsz? Hát, élvezed-e azt, hülye kérdésem, tudom. Élvezed-e azt, hogy egy gitárt, vagy egy gitárorientált a történetet? Nem? Én nagyon élvezem, de alapvetően nekem mindig rohadt nem mázlim volt azzal kapcsolatban, hogy én soha nem voltam igazából session. Ha belegondoltok, ezen én gondolkodtam. Uh-huh. Én nem is vagyok alkalmas sessionnek, szerintem.
Akkor aki nem feltétlenül tudja, igen, hogy a session, mit értesz az alatt? Az azt jelenti, hogy valaki felbérelnek, hogy játszon fel egy anyagot, vagy elmenjen turnézni valakivel, és olyan dalokat tanuljon meg, amik nem a sajátja. Illetve nem ő építette fel abban a gitárhangszerelést. És valahogy nekem rohadt nem mákom volt, hogy valahogy mindig én lehettem saját magam. Ez a sorsnak szerintem az egyik legszebb ajándéka, hogy nem kellett úgymond nem alkalmazkodni, mert nem igaz. Nem kellett teljesen másnak lennem, mint ami vagyok. Mm-hmm. Valahogy mindig megbíztak bennem ebbe, és ez egy marha jó dolog. Ez egy nagyon becsülös. De itt most jobban kiélheted a gitározásodat, meg a gitártechnikai lehetőségeket, vagy nincs különbség egy... Igazából nincs különbség. Magdi meg egy Ákos produkció meg között. Nincs különbség. A különbség annyi, hogy a sokkal zenszerűbb hozzáállás, mint mondjuk egy Ákos például. Az Ákos az programzene, az odaállsz, elindulnak a fények, irgalmatlan kivetítés, és hát letépi mindenkinek az agyát konkrétan olyan. Ott is vannak finomságok, de ott inkább, hogy is mondjam, vastag ecsettől festünk. Festény. Mert nagy tömeg, nagy produkció. Nagy lépték, nagyot aha, lépünk, aha, nagyot mozgunk, aha, nagyot lendítünk, aha, tehát nagy. Az Island az egy kicsit meditatívabb, intimebb dolog. Tehát más típusú zenés, tehát ott tényleg arra figyelek, hogy pont jól elővel eltaláljam a húrt. Mert néha akkora dinamikai különbségek vannak, annyira halk néha, meg annyira hangos, hogy ezeket nagyon, ez benne a nehéz, gyönyörű egyébként, csak ez benne a nehéz, majdnem ilyen komoly zené hozzáállást kíván, hogy az ember úgy nyúljon hozzá, hogy mint egy kis toll, tudod? Amikor meg, akkor meg, és ehhez kell cucc, ehhez kell gitár, ehhez kell koncentráció, alázat. Tehát, de gyönyörű, atmoszférikus nagyon az egész, van egy atmoszférája, ami nekem borzasztó tetszik. Tehát effekteknek ezt nem lehet megcsinálni. Ha már a cuccokról, igen, közben engedjétek meg, én is néha ide nézek, meg nyomogatok, nem azért, mert unatkozom, csak de sok szeretettel üdvözlünk itt egy-két olyan kollégát. Itt van nekünk a Danink, aki mindig, ugye ő volt az, aki te voltál, Dani, aki mindig megkérdezted, hogy ez a Madi Rig interjú? Mert egy ilyen fél éve mindig nekünk mikor lesz mindig, már mikor Madi lesz már, mikor lesz már itt, úgyhogy sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Madarász Madi Gábor itt így velünk, és közben jön itt azért egy-két kérdés, így szépen beindítottuk szerintem így a kis beszélgetést. És már jött is a kérdés, igen, jött is a kérdés, azt mondja, végre örülök, úgyhogy köszönjük szépen. Ha már a cuccról beszélünk, játszol sokféle színpadon, ugye most is egy nagy produkcióban, igen, tévében láthatunk. Igen. Mi határozza meg azt, hogy mondjuk mit visz el fel a színpadra? Kezdjük a gitártól, a húrtól, a húrok, amit éppen találok, de a kettő dolog határozza meg. Az első, furcsa lesz, hogy mi az első, az a technikai és akusztikai környezet. Uh-huh. Tehát a televíziós dolog, aha, ott nem szóval semmi sem a színpadon. Aj. Ott semmi. Az és a színpad mögött? Ott se. Nem már. Semmi. Ugye miről beszélünk, most a hétvégéken láthatunk téged a dalban. Igen. Ott vagyok, ehhez is kell alázat. Tehát, hogy oda mész és szépen eljátszod. Kicsit az ember azért néha belenyúl, de hát úgy csinálja, hogy pont jót tegyen. Jobb legyen a produkció. Jót tegyen a dalnak. Szerintem fontos. Hm. És az abszolút modellezés. Aha. Mert nincs is értelme. Olyan sebességgel történik minden, és olyan sebességgel vannak átállások. Egy perces átállások vannak. Mit használsz? Modellezés? Fraktál. Teljesen jó. Az Ákosnál is ez van, és az Ákosnál azért ez van, mert rohanás van. Aha. Tehát a technikai előkészítés, tehát nincs arra, hogy most akkor fogjuk magunkat, és akkor kitegyük a mikrofont, tehát a fesztivál. Tehát fesztivál szituációban a modellezés a legjobb. Hova mész, milyen áramban. Gondolj bele, tök jó, 210 volt, köszönjük szépen. Érted? Tehát, hogy ezek nyilván van technikai megoldás, meg minden, de egy ilyen helyzetben az Islandben, nem, az Islandben frankó van, pontosan azért, mert megkívánja. Ott nincsenek nagy lépések. Ott nem vastag ecsettel festünk, ott cizellálunk. És hát szerintem egy bizonyos dinamika tartomány kell ehhez. Én nem érzem a modellezésben ezt a dinamika tartományt, amihez kell.
Tehát aha, én nem érzem benne. Igen, nem te vagy az első, aki ezt mondja. Félrenézs, imádom. De nagyon hasznos, nagyon közel lehet vele kerülni. Nagyon, tehát az igazihoz. Imádom, szeretem, tök jó. Fülmonitornál mindenképpen. Füles monitornál, gondolj bele abba, ezt már elmondtam szerintem 6 milliószor. Fogsz egy erősítőt, oda teszel egy, valaki oda tesz egy mikrofont. Mert ott rontják el egyébként általában az emberek, ott mennek félre a modellezéssel, hogy azt gondolják, hogy nem úgy szól, mint a szobában otthon a nem tudom micsoda. A modellezés nem erről szól. A modellezés arról szól, hogy ott van a szobában, elé teszel egy mikrofont, kiteszed a PA-ra vagy a stúdió monitorra, azt hallod, na az a modellezés. Aha. És ugye itt rontják el, mert hogy nem, tehát nem az van, hogy ő azt akarja hallani, ami pumpál felé a 4x12-es láda, de ezt nem fogja hallani. Modellből. Nem fogod hallani, mert kincse hallatszik, csak te hallod a színpadon. Egyébként. Tehát kincs sincs ez annyira szignifikánsan, mert úgyis levágják az alját 110 Hz-nél, tehát hogy kuka, de gyakorlatilag. Megtelik a zene mindenféle, valahol igen, gépi dolgokkal, kell, meg egyéb. Igen, élőben ez már, na a stúdióban meg már más kérdés. A stúdióban az realnek kell lenni. Itt közben, bocsánat, érkezett, de itt is a válasz, hogy próbán egy szoldánót használtál. Az lesz honnan a bulin? Ki van bent? Igen, a szoldánót használtam, és azt gondoltam, hogy a szoldánó hibátlan, de a szoldánó túl van disznó ehhez. Nagyon érdekes, hogy például a szoldánót nagyon szeretem a Kanas csatornáját. Imádni való. Imádom a Lee csatornáját is, nagyon tetszik. Ez zseniális, ide túl sok. Tehát, hogy behúzok egy akkordot, egy ilyen torzabb akkordot, és csak egy pillanatra most nem tudom nem kiérezni ebből, hogy digitális zuccot akkor viszel, amikor dolgozol, most ezt így fogalmazok. Szépen fogalmazom. Amikor meg élvezetből, meg szerelemből, akkor igen, meg szükséges, hogy mozogjon a levegő. Igen. Ez van. De úgy, hogy füllel is, tehát simán van, hogy füllel dolgozom ilyen. A szoldán, visszatérve a szoldánon, az jó kérdés. Miért nem az lesz, mert én mindig változtatok. Tehát nem az lesz, figyelj, Dani. Én mindig változtatok, mert én változtatás mániás utolsó pillanatos elmebeteg. Persze, horror. Főpróbálni is. Abszolút. Én imádom a szoldánot, én kedvencem. És ez egy háromutas rendszerként indult ez a dolog, csak a technikai paraméterek és a akusztikai környezet meg az egész zeneszer keverés miatt jobbnak éreztem a műpában most egy sima sztereót vinni. Aha. Egyszerűsíteni pontosan azért, mert ez egy elég bonyolult zene, tehát észnél kellene rohadtul. És mondjuk én kikeverek magamnak egy hármas hangzás kikeverek magamnak, ami nekem tetszik, tök jó, de csak akkor él meg, hogyha az az arányba szólal meg. Most ott a hármas hangzás, középen van a tiszta, száraz, a dráj, és két oldalon meg az effekt. Ezzel igen, szemben akkor most csak sztereó lesz. Igen. Egyszerűbbet fog használni, régebbi, hogy jó, ezért, de teljesen jó. Még nem mondod meg mit, mert még lehet, hogy a főpróbán vége. Simán. De mondom, most a fej az szinte biztos, hogy custom audio fej lesz. Az tisztán szól, vagy annak is van Kranz csatornája, amit szeretsz? Három csatornás. Uh-huh. Tehát egyszerre váltódik a csatorna, egyszerre váltódnak az effektek. Ez a metódus. Akkor már ide szaladunk, a torzítást azt az erősítőből szedett. Nem kifejezetten, nem. De egyébként de hozzá pakolok egy picit mindig valamit. Ki van egy Bad Monkey pedálja még? Ez egy 6000 dollár. Ez azig 50 dollár volt igen, akkor, hát tudod? Hát akkor még igen. 100 ér visszaveszem. Hát ott kint találunk egy. Találtam három Bad Monkey. Lomtalanítás van itt a 13. kerületben, egy kicsit nehezen jutottunk be, de hát ez fontos dolog. Mi is kidobáltunk egy-két dolgot, most hogy több hely legyen. Hogy beférjen. És kezded el, hogy az van, hogy van a custom fej lesz valószínűleg, és amikor gyorsítani akarom a fejet, akkor egy pici overdrive-val megsegítem. És kell egy olyan overdrive-ot találni, ami nem nyúzza le teljesen az alját. Ivan ezt nyúz ki, mert nyilvánvaló, lezúzza egy, de van egy nekem egy olyan, ami nem. Azt én nagyon olcsón vettem egy használtan, van bele szerintem 400 darab az egész világon, de az benne a poén, hogy nem azért, mert ez ilyen wow, hanem ez ugyanaz, mint a Tube Screamer, csak Metal Screamernek hívják.
Én hallottam. És vagy láttam. Nem mondom meg, mennyire vásároltam. Nem. Most állítok rohadt drága, mert hogy nagyon ritka. És ez nem viszi le az alját valami oknál fogva. Nem tudom, milyen chip van benne. Állítólag ez az a chip van benne, ami még a nagyon régi. Nem tudom. Tehát, igen. Tehát ez az. Ha már a klónnal kezdtük az elején. És soha nem, életemben nem dugtam be klónt az arcomba. Kifele majd csomagolunk, egyre ki kell próbálni, a fő próbálni. Tudod, két ilyen csomaggal megyek, ki tudod, te meg itt, na jó, oké, jó riport volt, tudod. Na, kezded el, hogy ugye azt csinálom, hogy kicsit meggyorsítom az erőgetőt ezzel, és a szólókban ugyanez van. És van egyfajta, most nem tudom másképp mondani, rohadt fáradt vagyok, van egy visítás szólónál, ami csak bizonyos dolgok miatt jönnek elő. Aha. És ezt nem minden erősítő tudja, és nekem az nagyon kényelmes. Mert az ember, amikor elkezd nyújtani húrt, egyébként a saját szandod az a vibrátód és a nyújtásod. Mert a többi az ugyanolyan, mint mindenkinél. Aha. A saját szand az a nyújtás és a vibrátó. Ezt sem magamtól találtam. Lász Scott Henderson, mi? Igen. Ja, itt volt a Scott Henderson. De miért nem tudok én ezekről? Na minden, imádom. Tehát a saját szandod nyújtás meg a vibrátó. Ezt sem magamtól találtam ki. És ott van egy ilyen felharmonikus, ami megérkezik egy nagy erősítőnél. Megérkezik egy felharmonikus, ott én keresek. Én ez így keresem az, hogy ez ott van-e vagy nincs. És szenvedek, ha nincs ott. Aha. Mert hajlamos vagyok elhitetni, most remélem pszichológusok nézik. Tehát hajlamos vagyok magammal elhitetni azt, hogy én ott azért rásegítek valamivel. Tehát ez nem csak a magától a fizikális valóság. Képzeljük ezt, nem? Tök jó. Tehát nem csak a fizikális valóság, hanem ott azért koncentrálok arra, hogy ezek megtörténjenek. Ezek egy-két hangok. Aha. Most az amatőr gitáros kérdése, hogy te is élvezed, hogyha kurva jól szól a gitárod, meg elkapsz egy hangot, és akkor elfolysz egy picit. Jaj, de jó volt ez. Ha. Tudod, és ez olyan, mint hogy egy ilyen külső segítségem megérkezne. És hajlamosak, és általában egyébként működik, tehát ez benne a poén. És néha tényleg hosszabb a hang. Fura. És már megértem, ha eljönni tudod, az érzés, hogy igen. Én nem tudok gyorsan gitározni, nem vagyok ilyen gyorskezű gitáros, hanem én úgy dallamokat játszom meg, ami eszembe jut, hangulatokat, stb. Nem is akarok ilyen. Nem is vagyok rá alkalmas. Tehát, hogy én ilyen kis finom dolgokat szoktam csinálni, jó, néha nagyon szól, meg nagyon és én ezt keresem. És egy pedál ebben nagyon sokat tud segíteni. Van olyan pedál, ami nagyon drága és nem csinálja. Van olyan pedál, ami nagyon olcsó és marha. Van olyan, ami nagyon drága és csinálja. És csinálja. Majd adunk egyet. Italod esetleg? Italod. Csak így egy színészet, nem itala vagy. Fékés itala, igen. Tehát, hogy ez a reklámhelye. Tehát, hogy ja. Szóval én ezt keresem. Keresek egy bizonyos atmoszférát, keresek egy teret. Ami nekem tetszik, amiben jól érzem magam. Az, hogy másnak ez tetszik, nekem marrára örülök. De nincs hatásvadászat. Tehát nincs az, hogy igen. Na mindjárt összeszarjátok magatokat, tehát nincs ilyen. Én magamat elégítem ki. Van egy pszichológus, nem nézi. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy nekem... A jó hír az, hogy mások is élvezik. Igen, ez viszont már köszönmérem sértés. De vannak ilyen csatornák, mi is ezen dolgozunk. Élőben. Ez köszönmérem sértés. És nem elfelejtettük mondani, a végén meg kéne csinálni. Tehát, hogy én erre hajtom. És gitárban van kérdés? Már előre tudják a gitárválasztást. Én egy HSS csávó vagyok alapvetően. Esetenként HSH. Akkor tehát a Stratomanzura, vagy nem feltétlen? Nem feltétlen, de én tehát nekem az alap hozzáállásom az egy HSS-re. Azért, mert amikor stúdióztam, meg nem tudom, hogy stúdiózom, nekem az az alapfelállás. Valahogy nekem abból indulok ki. Vagy ott van minden a kezed alatt, ami hang... Ami az aktuális helyzetben kihozható. Aztán utána van egy vintage oldala ennek, és van egy modern oldala ennek. A modern oldal főleg azért van, két dolog miatt, hogy kicsit nagyobb, muszkulárisabb hang van humbuckerben, és nem zajos. Nem véletlen ez a két gitár, amit van. Ez nem véletlen hoztam ezt. Tehát, és nem zajos. Például, hogyha az ember belemegy egy televíziós szituációba, vagy egy hatalmas koncert szituációba, ott olyan mennyiségű fény van, és olyan mennyiségű kivetítő,
A kivetítőt úgy kell, a laikus, tehát kivetítőt nem úgy néz ki, oda tesznek egy hatalmas táblát, és azon látszik Józsika, hogy éppen gitározik, nem. Az panelekből áll össze, ugye ekkora panelekből, most mondok valamit, és mögötte mindegyben van egy trafó. Uh-huh. És ha ne adja az jó atya úristen, hogyha a megalomániától fűtötten felpakolnak valami irgalmat, ahogy én. Te meg ráadásul közel állsz, mert épp felmész. Nem is, hogy fókuszpontban vagy, ott meg körbeveszi ez az egész LED bástya színpadot, plusz alattad is van, tehát azon állsz, LED-en állsz, nem tudod megszámolni hány, csak. Na most ez mind trafó, ez mind elektromágneses tér. És ez csinál egy mágneses teret, és fókuszálódik valahol. Általában ott, ahol én elak. Tehát tulajdonképpen ez csak a gitáros, basszusgitárosok szívnak, nem? Tehát a dobos megvan, a keyboard is megvan, a többieket nem zavarja, csak titeket. A gitáros... Akusztikus gitár megvan. Az meg hatalmas színes. Tehát nekem voltak olyan koncertek, ahol a negyed hangnál nagyobb szüneteket már kihangerőztem. Igen, és úgy kell gitározni, szólót egyébként, hogy az ember gitárszólózik, és előre kell tudni, hogy hol fog megállni, hogyha nem tanulja, improvizál, és odabonyolom, már betesz egy lukat egy ilyen sebességgel, hogy ne legyen ez, le lehet zajzárazni, akkor már nem fog megszólalni. Szóval ez egy marha nehéz, tehát ezért mondom, hogy ott zajos gitárral, hát egy standard vintage nehéz. De mindenek ellenére megpróbáltuk. Tehát, hogy nehéz. Ezért van az ajtalan gitárt is megeszi. Tehát nem tudsz mit csinálni vele. Egyszerűen egy LED falon állsz, és mindent, összeszed mindent. Tehát őrület. Ez nem tudom eldönteni, nem akarok senkit se bántani, hogy ez a magyarországi... 50 Hz. Értem, mire gondoltad? Ez a magyarországi attitűd arra, hogy a legolcsóbbat vegyük meg Kínában. Mert nem nehezen tudom elképzelni, hogy az MTO arcon ilyen. Aha. Lehet, hogy meglepődnénk. Tim Pierce beszámolójánál esetleg, hogy ő mennyit szív az alja. Jön a kérdés. Mert pont ide körögtönbe kötök, Balázs kérdezi, hogy Madi, szerinted mitől jobb több egy Exotic, egy Tom Anderson, egy Sir, egy Fender? Igen. Jó, de kezdjük már onnan ezt a gitártörténetet, hogy... A Dorian készült ez alapján. Tehát, hogy volt úgymond olcsó gitárod, vagy egyszerű gitárod, vagy miért nincs ma, vagy nem tudom, szóval ez hogyan, hogy a gitártörténelmet hogyan alakult? Van olcsóbb gitárom, és nagyon szeretem. Ez úgy alakult ez a történet, hogy az ember először csak kapkodott. Tehát, hogy látott valamit és nézett, hú, de kéne, lógott valakinek a nyakába, elájult tőle, látta a tévében, hogy hú, hát akkor aztán pont olyan dögös lesz, mint az azt. Ez... Meg úgy is fogsz gitározni, nem? Azért ez tényleg segít. Én is beleztem ebbe a dologba, ami szerintem természetes vele volt a dolognak. És az első nagyon komoly gitárom, az egy 7 orosiban ez volt, máig megvan. Ez Steve Vai modell, a Multicolor, amiből szerintem elég ritka. Ez egy 1990 első havi. Nem tudom elképzelni, most mennyibe kerül. Tehát, hogy ötlet. Betegszik a Bad Monkey árával. Két hét múlva árával. Nem tudom, mennyibe kerül. Az az első komoly gitárom, és onnan nagyon nehéz... Visszalépni. Igen. És azt nagyon sokáig használtam. De most megint hülye kérdés, hogy amikor visszalépnél, akkor mit érzel? Tehát mi hiányzik a visszalépésnél, a kezedbe kapsz egy visszalépett gitár? Hát, de nem nagyon tudod beállítani a hamis. Nem jó érzés fogni. Tehát nem jó érzés fogni. Nem olyan a bundozása, de ezt nem tudod, hogy nem olyan, azt tudod, hogy valami nem oké. De nem olyan a bundozás, ezt én nem tudom megmondani. Meg az, hogy hallod, hogy nem zeng együtt veled. Tehát ez nem fizikai dolgok ezek. Tehát, hogy beütöd, és akkor neked az a kezedbe jó kell, hogy szóljon. És hogyha nem szól jól a kezedbe, lehet, hogy nem a gitár hiba, lehet, hogy a tiéd. Tehát, hogy lehet, hogy te... Tehát, hogy ezek ilyen megfoghatatlan marhaságok. Az ember szépen elkezd eljutni bizonyos hangszerekhez, és rájön arra, hogy oké, nekem mi kell, ki kell kristályosodni az agyában, hogy mire van szükséged. És mondjuk egy Fender nagyon jó. Nekem van egy Fender, amit a fiam lenyúlt, és soha nem adja vissza. Ez egy vintage-re is úgy, ilyen, tényleg, 57 vintage, 90-es évek elején, a 80-as évek végén. Brutális. De van ez a rádiusza van,
egy hangot nem lehetünk, úgyhogy szépen bevitettem, és gyakorlatilag csináltak hozzá egy normális rádiuszú történetet, és a gitár tökéletes. Ja, és be kell tenni hátulra egy zajmentes működőt. Érted? És innen már jutottunk azokhoz a gitárokhoz, ahol ezt gyárban csinálják. Kitalálták az evolúció, vagy a... Ennyi. Aha. Most azért az látszik a gitárparkodból, hogy ott van egy, most akkor fogalmazzunk így, van egy érték, vagy árkategória, amiben sel a hangszereid. Van egyébként most olyan, hogyha világpénzen állad lenne, bemennél a, nem tudom, a Chicago Music Expressbe, vagy hogy hívják, és választanál magadnak olyan gitárt, amit munkára, a projektjeidhez, amit ma nem tudsz megvenni. Van. És az miben lenne még több, vagy miben lenne még érdekesebb? Az elektronikájában. Egy dolog azért nagyon tetszene. Az elállat, hogy melyik az, vagy melyik lenne? James Tyler. Aha. Ott van valami magic, ami szerintem, szeretem a avantgard. Tehát azt tetszik benne, hogy a gitár egy viszonylag klasszikus Strator formatest, és van egy irgalmatlan avantgard, mint egy gyerek rajzolta volna a fej. Félig vonalzóval, félig nem. Igen. Tehát, hogy ilyen, nagyon tetszik a filozófiája a gitárnak. Neki az a filozófiája, gyakorlatilag a 80-as években való tiszta gitározás ezekkel a gitározókkal történt meg, mert semmi más nem tudták megcsinálni. Nem magamtól találtam ki, végignéztem erről egy dokumentumot. És ők azt csinálták, hogy minden három pick-up működik, és átengedik, és elfordítanak valamit, és átengedik egy előfokon a gitáron belül. És az az a sound. És mindenkinek volt, tehát a Denhoff, Lukater, Landau, mindenkinek volt ez a gitár, és azzal csak azzal lehet megcsinálni. De nem ezért kéne nekem, hanem azért kéne nekem, mert Az értékben nagyon különbözik ezektől a hangszerektől? Annyira nem. Ez egy nagyon különleges gitár, én Európában nem is láttam még senkinél. Amerikában nagyon sokasztál, meg Japánban. Tudod, a japánok azért, vannak a karélesítésen rendesen, és ők gyártanak is, van a japán verzió ebből. Mm. És a Tyler volt ami szerintem ilyen, egyik a Tyler volt, aki ilyen korai hős volt ez ügyben, és nem is ismertük őt, meg a Veli Arc volt ilyen nagyon, aki később ugye műzik mellett, a fickó, aki kitalálta ezt az egészet. És aki a legkorábbi volt, az pedig a Schecter. És nekem volt szerencsém originál amerikai Schecterre játszani, amikor még egy ilyen custom shop volt, csak kizárólag. És próbálkoztak. Ugye én Bécsbe jártam iskolába, nem a pap neveldében. Fiú iskola volt? Egyébként főként igen, volt a csajok is, de főként fiúk voltak. És ott volt egy Tommy's Music nevű hangszerbolt a 90-es években, és az a fickó, aki ott volt, annak most van egy YouTube csatorna, és megismertem, elájultam tőle. Egyébként a Helmut Bibelnek hívják a manust, aki kurva gitáros. Hasonló gondolkodással bír. Egyébként. Nagyon helyes pacákat, olyan vaskos akcentusa van érte, hogy eldőlsz, de lehet azért érteni, mit mond. Meg ugye én ugye soponi vagyok, tehát ez a Fox, net, has, kut, kő, tehát ez nekem azért úgy megy. Ott volt ilyen rezidens, ilyen bemutató ember, gitáros, ott lakott félig szerintem, benne is volt szerintem lóvéval, a Falcona játszott sokáig, egy hosszú hajú lóvajú. Igen. Szőkített vagy szőke? Őszített, a természet leőszítette, nagyon aranyos pacák egyébként. Én akkor még fiatal volt, tehát akkor még egy fiatal pacák volt, most már azért annyira nem. Én akkor voltam 20 éves korai, ő akkor ilyen 30 fölött lehetett. Nagyon jó gitáros van. És ott voltak originális Schecterek. Elképesztő. Tehát amennyire visszaemlékszem. És tudni kell, hogy azért mondtam ezt a Schectert, mert a Schecter ez egy fontos rész, mert a Schecterben Tom Anderson pick-up-ök voltak. És az egész biznisz, ez az egész Schecter biznisz áttevődött a Tom Andersonra. Mert ő meg testeket csinált a szőrnek. A Tom Anderson. Igen. Ez az egész dolog egy brigád egyébként, mindenki ugyanaz. Egy utcában van az összes boss. Ahhoz, ugyanaz. Hát ami nekem megdönni, hogy kimondtam New Yorkban a 90-es években, és láttam az ESP Custom Shopot. És a Custom Shop este 8-kor a csávok, a kirakat mögött, ott faragták kézzel az ESP-ket a George Lynchnek.
És ott reszelték ezeket a izéket, tudod, tehát brutált, akkoriban ez még, most már ez nincs. Tehát a 48. utca, a Győrba, a Meniz soron, mert azok hangszer sorok volt, elképesztő figurák voltak, meg olyanokat lehetett kapni, hogy és ugye mindenki oda vitt, azon leghíresebb hangszer volt a világon, ugye a Meniz, meg most már amint kinőtte magát a Szemes, de akkor még csak egy kis bolt volt. És az volt a Szörnek a saját boltja. Hát a Rudi Penza volt. A Rudi Penza a sarkon volt, egy körülbelül akkora cucc, mint ez, és plusz volt még egy emelet. Az emeleten csinálta a Szőr a gitárokat rakta össze. Nagyon... És ott vagy. Tehát én ott voltam, amikor ez indult. Tök fura. Na mindegy. És akkor tehát az Anderson pick-up-öket gyártotta a Schecternek, ami a nagyon drága gitár volt a Schecter, tehát Uber. Több három vagy négy modellt gyártottak, volt ilyen Pete Townshend modell, meg ilyen elképesztő kidolgozás. Volt Schectered, vagy? Meg volt az Ibanezem, és pirítósan értem egy évig. Tehát, hogy kettő. Tehát, hogy szóval halál komoly, tényleg. És az ilyen amerikai, mondjuk ilyen butik, vagy kézzel készített gitárok közül a Szőr volt az első, amivel volt az első. Meggitároztál? Igen, a Szőr volt az első. Aha. Igen. És az... Jó, kis levegőt engedünk be technikai szünetként, de Viktor azért vissza fog jönni. És az hogy kezdődött, most miért van Tom Andersonod, meg miért van Exoticod? A David Hodge Ádám, ő akart, akart buti gitár vonalat inni hozni. Megkérdezte, hogy figyelj, biztosan, nem tudom, én azt gondoltam, hogy akkor ez menni fog, ők beindultak a Szőrrel, és nem ment. Valamiért. Talán korán volt itthon még. Lehet, hogy korán volt itthon, igen. Ők ezzel kezdtek, és akkor ott vettem egy nagyon jó hangszert, tök jó volt, imádtam. És a Tom Anderson meg később jött. Egy fehér Stratót vettem először. Az még mindig megvan, nem? Megvan, igen. Azt sokszor szoktad ide, hogy ez mindig referencia gitárnak kb. Igen, nagyon jó. És akkor ezek az Andersonok annyira kényelmesek voltak, annyira megbízhatóak, olyan szépen szóltak, meg annyira jó volt a játszani, a bundozása olyan volt, az egész olyan egészen más, bocsánat, a Fenderesektől, tehát tök más. Más világ, ez egy modern gitár. Tehát, hogy van benne egy hatalmas találmány, most már egy ideje, egy hatalmas találmány van a gitárban, a nyakrögzítés. Ez a nyakrögzítés, ez szerintem egy zseniális. Tehát, hogy az, hogy akkor a felületen érintkezik a nyaka. Egy profil, akkor ez így becsúszik a nyaka, és a felület számít. Igen. A leszponál ragasztott nyak ugyanaz. A felület számít, igazából, hogyha a matematika kiszámoljuk, hogy milyen felületen érintkezik, az szerintem majdnem több, mint a leszponál. Tehát igazából itt ez a trúvája ebben, meg az, hogy elkezdték ezeket a satukat szépen megoldani, nagyon-nagyon jó, irgalmatlan kiszállítási folyamat van, tehát iszonyatosan szárazak a gitáron, tehát nagyon, ez ilyen drága, melós hangszer, tehát nagyon sok idő, mert erről majd mesélem, ez elég vicces sztória van, tehát hogy, ja. És azt tudom, azt így, aki itt bent van, és szoktunk Exoticról beszélgetni, én mindig mesélem a te történetedet, hogy voltál itt nálunk legalább egyszer, de talán kétszer is, amikor egy Halomfest custom shop, Fender custom shop gitár volt, és emlékszem, hogy kerek Stratót akartál venni, és egy rengeteg, jó, most nem több tucatot, de így néztünk rengeteg gitárokat, és mindig megköszönted, és elmentél, és amikor ugye az Exotickal körülbelül másfél éve foglalkozunk, és tavaly tavasszal érkezett meg az első komolyabb szállítmány, és eljöttél, és ilyen viszonylag hihetetlen tempóban, vagy gyorsasággal mondtad azt, hogy ez az a gitár, amit eddig a Fender Custom Shopban kerestél. Hogy ezt miért mondtad, és hogy miért kell a Tom Anderson mellé, vagy miért van a Tom Anderson mellett egy Exotic gitár? Hogy az elején elkezdtük. Ugye szerettem, van egy modern oldal, meg van egy vintage oldal. Viszont, ha megnézed, a rádiusza ezeknek a gitároknak szinte tökéletes. Te tudsz lehet, hogy hangot nyújtani. Én nekem mindig furcsa volt az, hogy értem, hogy az akkordozás miatt van ez a kisebb rádiusz, tehát én ezt értem, de ha meg akarsz nyújtani egy hangot, berálsz a földbe. A custom shopnál is, tehát olyan érzésem van, hogy ők a hagyomány miatt csinálják ezt. Ugye? Miért alakult ki ez a rádiusz? Beszélhetünk róla. Egyébként ez azért alakult ki, mert a Fender Stratocastert, azt
country western swing gitárosot találták ki. Tehát az volt a cél, hogy voltak ezek a cowboy swing. Ez nem egy könnyű műhely egyébként, nem is country, ez inkább ilyen cowboy swing. Big band játszik country westernt. Tehát egy fura kaliforniai műfaj, de ezt nekik találták ki, és nagyon sokat ültek a pasik az ébe, a bandába, és rohadtul vágta őket a tele. Aha, tényleg a... Zavart őket. És ülve játszottak. Rá, ha nem zavar rajz. Ugye, kinyit, és nyomták cowboy kalapba, tudod, ha kikacsintva az éttől. Kacsintva a kamerába, ugye? Nem menjünk bele. Ezt most nem tudjátok, hogy miért, de ne engem. Lapozzunk. 10 után majd jön az az. Lapozzunk. Igen. Tehát, hogy igen. És rájöttek, hogy vágja az ét, ez volt az egyik, ezért ez a cutaway, ugye ezért lett. A három pick-up, azt idézném a Leo Fendert, ezek ego harcok voltak. Tehát a Fender, nem tudom, nagyon jó, és sem magamtól találtam ki, nekem van egy nagyon szép könyv, amit karácsonynak kaptam, a 1954-ből, 54 és azt hiszem 2004-ben kaptam ezt a könyvet, akkor jött ki a Fender, igen, nagy vastag, ez egy nagyon jó könyv, és ő azt mondta Leo Fender, hogy too is enough, a pick-upről beszélt. Too is enough, but three will kill them. tehát, hogy igazából ezért lett három pick-up benne. Eszükállapban nem volt köztes állásokat csinálni, tehát nem volt semmi ilyen. Ez meg ezért volt, hogy fogdossák az akkordokat kényelmesbe. És lehet látni a régi fendereket, csomónál szét van ütve a pick-up fedél. Le van koptatva a tekercsig. Azért, mert ezt csinált. Tehát ez ment. És a Fender azt erről szólt. Ott, akkor. Aha. Most meg egészen másról szól. Épp ettől zseniális. Nekem a kedvenc gitárom alapvetően. Viszont nekem egy 7,5-es játszhatatlan. Lehet, hogy miattam, mert hülye vagyok, de nekem játszhatatlan. Nem lehet szóhozni rajta. Annyira föl kell emelni a húrokat, hogy azt én már nem tudom, én már öreg vagyok. Én nekem már nem megy ez a vérjáték, de merre halok. Egyrészt. Mást én szeretem a sok oldalú. És mondom, modern és vintage. Tehát, hogy valamikor a modern jó, egy olyan akusztikai elektronikai környezetben, amikor egy vintage gitár gyakorlatilag elhalálozik, használhatatlan lesz. Viszont zenei szituációkban azt nem hozott ki egy modern pick-up-ből. Tehát nem lehet. De egy modern hozzáállású pick-up nem tudod kihozni. Ezért szoktam így ezzel így foglalkozni. Tudom, hogy gitárosok nézik ezt, ők ezt értik. Egy normális ember számára, hát ez a hülyeség. Hát ez... Az egyik zöld, a másik kék. De hagyjál már a hülyesége, ott ugrándozom, mint egy majom. Tudod, de ez egyébként tényleg, tehát tényleg ott ugrándozom, mint egy majom. De nekem ez fontos. És szerintem ez csomó gitárosnak fontos. Teljesen mindegy, hogy gitározik, vagy milyen technikai színvonalon van, nem ez számít. Az számít, hogy létrejöjjön valami, amiben ő jól érzi magát, és esetleg mások is szeretik. A többi teljesen érdektelen. És akkor hogy nagyjából, tehát most a Tom Andersen úgymond a modern szituációkra, igen, az exotik meg, hogyha igen, kicsit öregebb vagy vintage-ebb hangra van szükséged. Aha. Igen. Meghallgatjuk? Vagy van-e kérdés hallgatás kérdés, előtt? Kérdés különben is ugyancsak rákötnék. Érkezett egy az ilyet van. Vizet tudok legközelebb fázisban szolgálni. Teljesen jó. Ezt figyelj, kirakod onnan, köszönöm. Balázs kérdezi, hogy egy klasszikus setup esetén a gitár vagy az erősítő fontosabb, és majd nekem ez még lesz egy kérdésed. Melyik? Szerinted? Az erősítő. Erősítő? Hang szempontjából igen. Aha. Meg kényelem szempontjából is. Mert ez egy nagyon széles téma, és egy nagyon... Gondolom, én most találtam ki. De copyright. Következő van, ez viszont én találtam ki. Az igazából az ember az erősítő játszik. Tehát az erősítő az, ami megadja a hangot. A gitár az egy... Az már a komfort, vagy a... Az erősítő játszik az ember. Nagyon sokan tőle eltévesztik a házszámot, amikor iszonyatos erővel elkezdenek pengedni. Az erősítő nem tud mit kezdeni ezzel, meg a hangszedő sem. Tehát kap egy ilyen mágneses impulzust a történet, de így lobog a húr. A hangszedő alig tér magához, hogy azt a fajta átvigye azt a feszültséget, áramerősséget. Az erősítő megkapja, és kap egy olyan impulzust az erőgető, hogy nem tud mit kezdeni a hangon. És mindig van egy ilyen, angolul úgy hívják, hogy death spot. Tehát, hogy van egy ilyen... Ilyen a telítődik, vagy ilyen... Érted?
és az erősítővel kell játszani. Na de akkor ez különösen igaz a modellezésre, amikor arról beszélünk, hogy a dinamika tartomány. Ezért mondom. Mert ugye voltak a történelemben olyanok, pláne Fenderes, akik nem véletlenül csöves erős, akkor nem is voltak még talán csipek se, és ütötték, vágták, és az erősítő, ha épp bírta, ekkora trafóval, ekkora az utcalat, lehet, hogy kisebb hatásokkal, de amit még lehetett, azért át tudod hozni. Ha ugyanezt berakod egy modellezőbe... Most már azért nagyon ott tartanak az elmeháborodottak, akik ezt csinálják, tehát nagyon közel van, én azt gondolom, de még mindig nem az. Nincs, a levegőt nem érzed. Aha. A levegőt nem érzed. Nem az, hogy megütsd az arcodat, hanem az atmoszféráját nem érzed, nem tudsz, hogy csinálni. Nekem ehhez egy kis kiegészítésem, egy kis kérdésem, hogy legyen, hogy esetleg van olyan a fejedben, hogy azt mondod, hogy ha modellezel, mert értető okokból mesélted, hogy vannak olyan kis munkáid, megbízás, vagy sessionködés, a többi, akkor előfordul ez, hogy ha tudod, hogy hát ha modellező cuccot viszem, akkor inkább a vintage-ebb hangú, adott esetben exotikot viszed. Daltól függ. Abszolút. Aha, de visszatérve az erősítőre, a példa, hogy melyik fontosabb a gitározástől. Nagyon ez, képzelj a szituációt. Föl kell játszani egy dalt. Van a kezedben egy Harley Benton, és van egy Soldanásevo 100-asod. Szóval van a kezedben egy Exoticod, és van egy Vermonád. Melyiket választod? Aha, jogos. Ennyi. Aha. De mondjuk a Vermona versus Soldano versus a Harley Benton, de értem különben, igen. Mert... Na, de úgy ugyanaz. Én inkább a Jolanát hasonlítottam volna. Jolanát a Soldanoval, Jolana Gitár Soldano, Vermona, nem a korszak miatt, hanem ott már nekem meg kéne hallgatom, hogy Jolana legyen a Soldanoval versus a... De ezek már arányolók. Igen, példát mondtam. Igen, azt akartam mondani, hogyha valami nagyon... Magyarul a Kórajó gitárodat leszűkíti egy nem annyira jó erősítő, még a kóra jó, nem annyira jó gitárodat, meg ki tud nyílni egy jó erősítő. És szerintem az jó. Na Balázs, mit gondolsz a válaszról? Írjál valamit. Igen. És most még volt egy olyan, József, üdvözlet Kárpátaljáról, nagyon érdekes és professzionális a hozzáállás, nagyon szépen köszönjük Madi nevében is. Volt, hogy a Skalopát, hol volt? Malmsteen Skalopát nyakról vélemény. Hát ugye az volt a kezemben. Nekem az egyik gitárom Skalopát a 12. fekvéstől fölfelé. Baromi jó. Az a vágygitár, nem? Az a vágygitár, igen. Van egy vágygitár, ami végén a Skalopával. Miket nem tudsz? Tud. Tehát így izé. Végén a Skalopával. Nem én voltam tisztelt bíróság. Nem tudtad, hogy nem gyári. A vágygitár az utolsó négy fekvés van, gyári, aki nagyon jót tesz a nyújtásnak, baromi jó. Lent, tehát el tudom képzelni, lent így középtájon, ott azért elnyújtanám. Aha. Tehát, hogy így elintonálnád el. Ilyen 8-asról játszik. Igen. Jó, komoly kontroll van, tehát az a pali az nagyon ki van gyúrva ebből a szempontból. Tehát, hogy ezt ő nagyon tudja. Én játszottam ilyen gitáron, nehezen tudom elképzelni, de fönt tök jó. Köszönjük szépen, és köszi a kérdés és a válasz. Bocsánat, mert belekezdtél az előbb valamiben. Nem. Mi lenne, ha? Ha meghallgatnánk azt, hogy mi az a vintage hang, meg mi az a... Nézzük meg! Bezárjam azt hátrafelé most? Igen, légy kedves! Kiveszünk egy tremolókat, abból kiveszek egy tremolókat. Ne haragudjatok! Engedelmetekkel egy nagyon rövid technikai szünet, egy kép, és itt vagyunk egy körülbelül egy perc múlva. Jó? Úgyhogy ne menjetek el, legyetek kedvesek, egy másodperc. Itt is vagyunk, ennyi volt egy gyors kerékcserével. Na de mivel készültünk neked? Mert te hoztad a gyönyörű gitár, de hát most a Vermona hátul. Három paramétert hagyd halljunk erről a gitárról. Fa. Ez egy mahagoni testű gitár. Aha. Ezt beszéltem az Andersonnak a nagy találmányon. Ez egy mahagoni testű gitár, és még habos is annyira véletlen. Juhar fedlapja van. Hallított ez az egy drop topnak hívják, hallított ez a fagy meg van hallítva. Juhar a nyaka, pedig csalós, de juhar nyaka van, ez is kicsikét
cirikót vagy zirikót, nem tudom, hogy hívják pontosabban, az a fogolap, rózsafa helyett, helyett, kicsit valahol a, inkább halad az ében felé, egyébként az én fülemnek. Oké. Stratomenzura? Stratomenzura, vintage vibrátó. Pick-up-et itt cseréltem, mert nekem nagyon sötét volt a hangja az eredetivel. Nekem, valaki imádja, nekem sötét. Ez egy HF3-as fedett hangszedő. Az Tom Anderson. Tom Anderson, ez is Tom Anderson, ez pedig egy dimenzió, Isten tudja micsoda. Otthon álltam a fiókban. És pont beleillett ebbe a gitárba. A villág között. Volt egy ismerősöm, aki a sütőben tartotta a pick-up-eimet, de ezt nem... Jó, hogy nem gyújtott be. Egy másodperc, azért szeretném elkérni, én vagyok az a ugyan nem csinos hölgy, aki tudod, egy kör a boxmeccsek, egy picit, hagyj mutassam meg, ezért nem mindennapi pillanat. Ja. Jó? Ja. De ez látszik, ez régóta van, nagyon jó, nagyon. Hát egy... Kicsit forgasd, a fénybe eltűntél, úgy. Szép színe mondani. Úgy, csak másik forgatás, szép. Fejet mutasd meg, ah, igen. Ja, nagyon szépen, egy, köszönöm. Ez egy szép gitár. Én nagyon szeretem, ez most nekem nagyon... Ennek egy sima izé nyaka van. Ez régóta látjunk ezzel a hangszerrel, nem? Jó pár éve. Hát ez két éve biztos. Vagy három. Ez egy nyaka van, ez a Even Taper. Kényelmes. Uh-huh. Tehát ez egy olyan gitár, hogy nagyon kényelmes. Uh-huh. Lusta gitár. Abban lusta? Lusta. Hogyha lusta vagyok, akkor biztos ezzel játszom. Ja, meg... Nagyon aha, easy. Aha. Tehát, hogy... Ez nem mondja, plays like acél, igen, acél. Most ez kicsikét följebb van, mert néha szlájdolok, és ezért kell egy kicsikét följebb is, meg az államban is. Nagyon dugi be valahová, Haci. Szóval még ezt szoktam ezt. Tehát, hogy... Mivel készültünk? Bocsánat. Csak azért, mert hogy ezt nem mindenki tudja, vagy és? Hogy azt mondtuk, hogy jössz, kapsz egy vezetéket, igen, és valami meg. Majd itt fel van kapcsolva, meg be vannak dolgok rakva. Én nem tudom, mit csinálják ezek. Fogalmat. Annyit bocsánat, hogy technikailag elfejtettem elmondani, amatőr vagyok, hogy amikor szól a gitár, az leveszi a beszédünket. Úgyhogy ha azt akarod, hogy minket ne halljanak, akkor nyomjad. És okay. Akkor a beszéd... Értem. Hogy az így... És akkor így beszél. Okay. És akkor kettő a szuprót beállítottunk. Na, nem halk. Úgy, hát a modellezés után akartunk kedveskedni egy kicsit ma este itt neked, úgyhogy így... Nem is csontszároztál. Ja, van még itt egy-két pedál, majd nem sokára mutatom. Egyelőre, amit hallasz, most gyakorlatilag le van. Mondhatni dual monóval lemegy a dolog, de nyugodtan állítod. Most egyszerre szól kettő, de nincs stereo-effekt még. Ezért nem látom, hogy mi van odaírva, úgyhogy nem nyúlok hozzá. És aha. Végül is élő adásban simán. Jó. Ez bármikor hoz. Tudunk valami atmoszférát. Na, hát készültünk, kérdezzük. Van fiatal egy olyanunk, ez egy nagyon pici sistergés lehet behoz most itt az éterbe, elnézést. Kórus, vagy egy kis zengető, vagy mind a kettő. Kis... Majd később mind a kettő. Figyelj, lehet, hogy sok lesz, de majd... Ez szépen szól. Azért. Ja. De meghallgatjuk azt, hogy milyen kompromisszumokon keresztül... Bocsát, mindig lenyomom elnézést a sisztelésre. Ja, engem nem tudom. De milyen kompromisszumokon keresztül jutunk el? Ezek kompromisszumok. Uh-huh. Van egy hambakkered, és statót akarsz, az már egy kompromisszum. Csinálsz itt egy ilyet, és... Azért, hogy blúztatom, az erős tőhez kívánja. Egyébként tényleg. Ez egy pedál platform erősítő, gyakorlatilag mind a kettő. És azt kívánja, hogy valamilyen pedál alá is elő a hangot. Mm-hmm. És ő pedig segít nekünk ebben, mint a hip-hop boys gyakorlatilag. Tehát, hogy... Legyen,
Szató. Ez zajtalan. Köztes házban zaj. Zajtalan. De jó, az a harapád. Ez a rock. Előre menős. Aha. Kicsit olyan Skander. Hogy érzed, hogy hát megérkezett valami. Ez mahagóni test, az nem hiányzott, hogy éger, vagy ilyesmi? Vagy nekem vagy soha, direkt akartam mahagónit, hogy tudjad. Ezt fura, te konfiguráltam magadnak a hangszert? Igen. Én direkt akartam mahagónit, pont azért, hogy kicsit unikális legyen a dolog. Mert éger gitáraim voltak, uh-huh. És mahagóni strató testű gitáraim nem volt. Uh-huh. Visszajön. Ez rádiuszban, ez szintén ilyen 12, 14, 16, ilyesmi? Aha. És egy egyenes rádiuszú, vagy kilaposodó? Egyenes. Nyomatom? Fura. Kicsit nagyobb is, amit tartom. Tehát lehet érezni. Igazából a nyomokból hallod, hogy mit játszottál. Aha. Tehát nem az, hogy egyből izé van, hanem hallod ilyen... Ezért van nekem Zotikom, és nem pedig Fender Custom Shop. Uh-huh. Mert hogy ezen... finom dolgokat lehet vele csinálni. Kicsit szétgitároztam ma magamat, tehát végem van, nem tudok itt el. Ez a gitár, meg jóval kisebb éle van a hátsó piköpálásban. Nem is olyan sűrű a hangja. Nem is olyan sűrű, ez ilyen vintage-es hang. Szerintem ez is volt a cél a legyártásnál, hogy legyen egy ilyen dolog. Itt van egy kompromisszum, hogy ez a kettő. Nem szereted a kettő, azt a kettőt egyszer? Ők hoznak kompromisszumot. Nagyon sok gyártó ellentétebbük azt csinálták, hogy nem felezték le a tekercset, hanem egy hambakhez hozzátették ezt. Igen. Azért, mert meg akarták tartani az integritását ennek. Gondolom, és gondolom, megpróbálták, csak nem sikerült valószínűleg. Igen, nem, bocsánat. Isten ments. Nem tudom gitározni, mert hull a fáradt, de... Szóval halljuk, hogy van különbség. Viszont ez egy bizonyos zajos környezetben... Ez van használatlan, és mondjuk heavy zenére, ez a pick-up, ez másra való. Ez egy másik zenei környezet. Igen? Megvárjuk, míg lemegy. Igen. Ha ezzel játszol, használod egyébként a hambakert? Abszolút. Vagy ha... Abszolút. Aha. Nagyon szeretem, mert néha, az néha sok. Hát most, ahogy hallottuk, tehát ez a tiszta erősítőt, ez már szét... Szétvette. Ez nem vitt. Ez nem. Ez pedálokon a... Uh-huh. Ez az ember ráköt egy izét, ez arról szól, hogy az erősítőt hajtsa meg. Ja. Ez arról szól. A Mark Knopfler hang nem hiányzik belőle, hogy nincs hátul szinglid?
Néha igen, majd veszek egyszer egy olyat, amiben három pick-up-on. Néha igen. Gondolkodtam, hogy modifikálok egy picikét, de ezt majd meglátjuk. Szóval, mert olyan halkos az az egész, de oké, ilyen vagyok most már. Halljuk a különbséget a kettő között. Felületes szemlélőnek, hallgatónak egyáltalán nem belül ki a különbség. Nyilván. A kutyát nem érdekli. Nyilván. De minket igen. És ettől jobban érezzük magunkat a színpadon. Még jobban. Igen. Igen, mert bejön ez a dolog, tudod, hogy ez egy... Ezért... És ezt nem tudod nyilván közelítő, csak neked hiányzik, hogy az olyan legyen. És már pont elég, hogy ne játsz olyan jól, és ne jövő olyan jól. Igen, igen. Érted? Ezt a közönség is fogja hallani. Igen, pontosan. Úgyhogy hát volt egy minimális kis szakadás, de hát az élő adás. Azért molyolok itt. Közben itt, ha élvezem. Jött egy olyan kérés, hogy... Benyomtam valamit. Akkor most kinyomtad a kórust. Igen. Már nekem egy óra volt megtanulni ezt a pedált, te egy perc alatt már meg. Nem is látok rá. Közben itt beraktam egy kis képet. Oly. Kérik, és hát mivel készültünk még, hogy csapjuk meg egy jó kis torzítóval. Lehet? De Madi rettenetesen képben volt. Ugye a Victory termékének ez az első hullám, ami jött hozzánk. És ugye ez egy angol manufaktúra, angol cég. Alapvetően erősítőket gyárt a klasszikus setupokban. Gyárt olyan erősítőt, ami ilyen méretű doboz, kicsit talán nagyobb, de full erősítő van benne, és viheted a hortáskádban, és csak egy speakerre rádugod magad. Gyárt ilyen preampet. Ez azért ugye a méretarányok miatt azért ez egy... Ez egy csöves preamp pedál, és akkor gyárt klasszikus pedálokat is. Itt az volt a filozófiájuk, ezt most neked is mondom, de a kedves nézőknek, hogy ezt tudod úgy használni, hogy bemész az erősítő elé, vagy pedig beviszed az Effect Clubba. És akkor főleg arra a szituációra, hogy egyébként szeretem az erősítőmnek valamelyik csatornáját, de hiányzik egy hang. És akkor gyakorlatilag ugye amikor keresztül küldöd ezen a pedálon, akkor kiszed, ugye akkor nem az előfokba megy be, hanem bemegy szépen hátra. Tehát úgy van ez bekábelezve, hogy 5 kábel bemenet van, tehát bejössz a gitárral, kimész az előfokba, bemész az Effect Clubba. És hogyha be van kapcsolva, ugye akkor átveszi az erősítődnek az előfokát, és ő játszik, ha meg nincs olyan kapcsolva, akkor megjátszol az erősítőt, ahogy kívánod, és a pedálok meg ugyanúgy ott vannak elől. Okos. Azt említetted, elnézési kicsit még technikázás közben, hogy ebben elvileg vannak csöves. Van külön egy kis trafó hozzá, és hát végül is a többi. Ez a Sheriff, ez valami Marshall hang, a Kraken az valamilyen modernebb, és van ebből nekik egy Vox dobozuk is, meg valamilyen Fender jellegű dobozuk is. Ők ottak a Comfort, ugye? Comfort, vagy Cornford. Cornford. Igen. Az a figura gyártotta a Claptonnak is a tweed erősítőit, ha jól tudom. Azt nem tudjuk. Tudom, őt a Comfort, ami elképesztő. Én hallottam Comfortot szakember kezében. Valamit csináljunk. Segítesz? Én életemben most nem először, egy órával ezelőtt láttam. Úgyhogy bár valószínűleg neked ugyanígy egy másodperc van. Én beállítottam valahogy úgy, ahogy nekem tetszett az egyik a teléhez különben. Aztán majd ha mindent elcsavarsz, akkor értem, hogy te máshogy szereted. Micsoda. Mondom. Tehát indulunk onnan, akkor az engetőt visz. Ugye szólunk? Viszi az arcomat. Ugye amit tudunk, látszik is, hogy önmagában bekapcsolom a pedált, és a bekapcsolás után tudok két csatornát váltani, tehát van nekem egy gén, meg egy master, meg itt is egy gén master, a közös az EQ felül. És akkor most nézzünk egyet, engedelmeddel. Közben a gén. Ez a ritmus csatorna, tiszta? Nem, ez így most. Ez az ilyen arca, az a ritmus csatorna.
aha, a bogarak. Egy picit azt érzem, hogy a, most a szuprónak már az előfoka is ugye beharap. És szerintem azért... Gábor, én hogy egy hajszányit levegyem a hangerőt, hogy már úgy vagy beállítva, hogy nem szabad hozzá. Be, simán lejjebb, simán. Mert hogy egy, tényleg egy... A végfogból vehetek, Viktor? Vagy igen, a végfogból. Hagyja a hangok levenni, tényleg. Bekapcsoljuk. És akkor most. Olyan, mint egy régi kihajtott marsa egyébként. De érzésre. Én még játszom is olyan rajta. Szivacsos. A riffel kapcsolatban az a titok, hogy hamisan kell játszani. Nem mondom, hogy de ezt a Jimmy Page is mutatta meg. Azt csinálta, hogy ez a... Ez szerintem itt már lehet, hogy a csövek, vagy valami egy kicsit összecicereg. Felnyújtja a manusa ízét, hogy hamis legyen. És attól lesz ilyen kórusos, ilyen fura. Tehát őrlő. A másikra rátérhetünk? Egy, abszolút. Az ilyen metalista dolog lesz. Ahogy ránézel a grafikán. Grafikáról az látszik, hogy vizuális típus. Ugye, ide ezt a metal. Bocsánat. Nézzük meg majd. Szó most? Az, én csak majd csináltam, de egy mute-ot, hogy cserélni tudjunk. Igen, ez nem egy, ez sem egy metal gitár, tehát nem négy darab BMG van benne. De hát azért a hátsó része az erősebb. Hátsó része az erősebb, igen, igen. Nem volt még itt a bimbaromban. Ennyi egész évben. Igen. Tehát, hogy én, ami nem vagyok egy metalgitáros, tehát, hogy hogy volt a Hooligans Holiday-a, azért tudom, hogy tudtunk volna. Az, amikor ezért van a fejedben. Tehát megőrülök, persze.
igen. Az elég szentségtörés, egy ilyen, tehát ez ilyen horror. De... A single call, ami benne van, csak nem az. Tehát no. Elképesztő, hogy minden stílust is tudsz játszani. Nem. De hogy nem. Jazzhez olyan hülye vagyok. Tényleg. Ez kényelmes volt, ez kényelmesebb volt, mint ez, mert ebből ki, ezt hát ki lehet, hogy csak nem jól állítottam ezt be. Ezt ki lehet tisztítani, és akkor már... Engedd már meg, hogy most ugyanoda beállítottam. Ja, ugyan benne leszel az erősítőben. Mit csinál? Mit csinál, ha átkapcsolom? Igen. Hányszor láttunk ilyet, amikor tudod, próbál. Féltek már, hogy kezdődik ez a dal? Várj, mutatom, tudod, a mobilon is. Igen. Sose láttam még te se. Igen. Mutasd, légy kedves, átváltom egy-kettő között, változik-e valami? Nem, várj, azt mondod, na figyelj, most sejtottam. És rá kellett segíteni, igen. Tehát, igen. Hát Viktor, szerintem hajnali 3-ig tudnánk ülni, de azért fenntartan, csak reggel 5-ös forgatásra, hogy érsz oda, tudod? Egyenesen innen. De ne, maradt-e valami kérdés? Mert szerintem a Gábornak a további fárasztását azt áttesszük egy másik alkalomra. Hát ha még van kérdés, akkor... Hát hasznos volt ez idáig. Hát, nem tudom. Nekünk mindenképp. Ha legalább egy néző akadt, aki annyira élvezte, mint mi, akkor már... Meg az utókornak remélem, hogy megtartjuk ezt a történetet. Jól van. Hát, hogyha nincsen... Ha még esetleg, azt mondom, hogy nagyon mezabugi is. Ú, tényleg mezabugival, hogy áll? Igen, volt egy... Két mezám volt. Volt egy Dual Rectifier, ami régi. Nem vált be nekem. Valószínűleg az én hibám, mert nem tudtam használni. Mert nem volt a buginak ilyen irodalma. És volt egy végfokom, egy 50-50, imádtam. Mm. Imádtam. A duára az ott a bajom, hogy nem tudtuk, hogy kell használni, mit kellett Európában. És nem akarom magunkat kisebbíteni, de a duára be kell tenni valamit, le kell venni a mélyét, és mókolni kell a génel. Tehát, hogy általában ezt ez egy külön műfaj, a rektorosok, ez egy külön világ. Ezt én váltottam 51-50-re, és ez egy kicsit más világ, az egyszerűbb, hatékonyabb, parasztabb erősítő, ha úgy tetszik, tehát nagyon paraszt erősítő, letépi a fejedet, ha nem vigyázol, olyan, mint egy ilyen szörnyetek. Tehát az olyan, hogy azzal se lehet mindenhol játszani. Az rockra nagyon jó megézére, de ott egy kicsit finomkodni akarsz vele, az nem a te világod. Ahhoz férfi kell, te megöl. Tehát tényleg olyan, hogy ott nem vagy képbe, ez fog történni. Tehát, hogy, ja, hát amikor ennek volt ilyen rockos múltam, ezt mindenki tudja, a világhírű Max együttessel róttuk a budapesti klubok és mindenféle koncerthelyszínek deszkáit, és csapásokat mértük a közönségre. Ja, hát az főleg izé volt. De a lemezeken például ADA van.
ami szerintem megérene százszát éri, tehát ADA van a lemezen, és Mezalék Rock. Ott az, az volt, én nagyon szerettem, de élőben már 51-50 volt által. De volt, volt ADA mezával szintén, élőben, de hát cipelni, nem tudom. Ja, hőskor, amikor a Blackjack ablakán a mínusz 15 fokban a 15 centis jégen pakolod be az 4x12-es marsad az ablakon. Szerencsét van, lejt az út, és, és elindul. És simán el lehet esni. Tehát, tehát, nagyon szépen köszönjük. Nagyon a jól. Tom Anderson volt most utoljára, azelőtt az Exotic, még igen. Volt egy ilyen kérdés, és bocsánat, még egy, igen, egy utolsót engedd meg. Kobóval a Tibusz mellett hogy érezted magad? Volt harc, hogy ki volt a hangosabb? Akkor te is három ládát használtál? Legyen ez az utolsó kérdés. Oké, ez egy jó történet. É, teljesen őszinte leszek. Lehet ilyet? A mai magyar szakmában? Szóval. Alig várjuk szerintem. Hát csak itt szerintem alig várjuk szem közt. Ha biztízünk. Szóval, az történt, hogy engem elhívott a hobó, hogy segítsek be ebbe a dologba, és a Tibor nagyon szerette volna, hogyha hogy valaki gitározik. Én oda a Brácsásnak mentem, eleve tudva levő volt, hogy ott a Tibor a főhős a gitár szempontjából, és ez tök jó volt. Az furcsa, hogy nekem középen kellett állni a színpadon, de ezt viszont nem fogom elmondani, hogy miért. Lényeg az, hogy a Tibor nagyon hangosan játszott, tehát ő dupla cuccot kirakott, és tudni kell a történethez, hogy a Tibor nem volt kihangosítva a Budapest sportcsarnokban, vagy a Budapest arénában. Olyan hangerővel játszott a színpadon. De ezt ő tudja? Szerintem igen. Tibusz! Tibusz mester! Szerintem igen. Behozok maga neked tartalék, megduplázta a cuccát, hogy tartalékban legyen, ezt úgy gondolta, hogy ez végül is... Jobb, hogy végül is, hát, hogyha melegedjen, akkor ne feleslegesen melegedjen. Áramszámla, nem a ti dolgotok. Bedult, és gyakorlatilag magzatelhájtás történt a színpadon. Én fülmonitorral játszottam, akkor én már fülmonitorral gitároztam. Én is három ládát játszottam, de csak az effektek miatt. Amúgy egy ládát játszottam, egy Bognert használtam, meg egy Marshall ládát. Ennyi volt a történet. Egy minimál effektekkel, semmi. Semmi komoly. A HBB nem az a... Nem az a hát ez az nem egy... Nem ambient dolgok. Nem egy New Age. És akkor ez volt, és én nem volt harc közöttünk egyáltalán, mert én füleztem pont emiatt, hogy ez ne legyen, és ilyenottól kezdve azt kért be magának, amit akart, és engem ez egyáltalán nem zavart. A hangnyomást érzékeltem, elmondok egy titkot, a Tibornak az utca mögött 120 dB volt mögötte. Az igen. Igen. Tehát az elme... Hát az... Előtte meg úgy megadták magukat a mérőeszközök. Mérőeszközök és ilyen fizikai jelenségek volt, tehát hogy elporlottak a repülőbovarak a levegőben, tehát elképesztett. És ez a, azért teljesen őszinte voltam, tehát nagyon-nagyon hangos volt. Tehát hogyha nem fülmonitorral játszom, hanem elhalálozom valószínűleg. Mi nagyon jobban vagyunk a Tiborral, példaképpen Isten áldott a tehetségi őrületes figura. Én nagyon szerettem együtt játszani, nekem nagy büszkeség volt, meg nagy megtiszteltetés. Ennyi. Az abban a zenekarban játszani, nekem gyerekkorom hősei. Tehát, hogyha az ember együtt tud játszani gyerekkorom hőseivel, az tök. Bizony. És nekem ez megadatott. Tehát, hogy nagyon sok hősömmel tudtam együtt zenélni, marha jó. Én imádtam a nótákat is. Hát az Egon, Isten nyugosztalja, az Egon azért ő támasztott igényeket. Tehát, hogy ott képbe kellett lenni. A nótákkal kapcsolatban, de én azt hiszem, hogy hoztam a dolgot, én azt gondolom legalábbis, attitűdöt legalábbis átvettem tőlő. Vannak háttértörténetek, egyik se szalonképes, de hogy hát ott azért voltak dolgok, de egy nagyon érdekes rész volt benne, szerintem rajta van a DVD-n is, hogy a második napon meglepődve tapasztaltam egy olyan dalcímet, amit még az életem nem láttam. De ugye a műsor közepén, nem a próbán, vagy nem is beállás. Nálunk ez ilyen vagányság volt, hogy eljátszanak olyan, amit nem játszottak el soha. Hát a Mataharit soha nem próbáltuk el, soha büdös életben, és ott szembesültem, hogy mégiscsak játszok. Tehát csak így mondom, tehát azt én a életem ott játszottam először élesbe. Bekezdtem, miben van. Mi jól ismertem a számot, és viszonylag könnyű, de jó, nem játszottam soha, de amiből tudja az ember, hogy mi a... Oké? Ez a másik, hogy a B napon, tehát szombati napon, péntek szombat, ott a szombati napon volt egy dal, amit nem tudtam, hogy micsoda, és az éles helyzet DVD, tudod, azért az... Kitértem a fülemből, odasétáltam az Egonhoz. Mondtam, hogy Egon, az ott mi a fasz? Azt mondtam, ne foglalkozz vele. Üvöltve nyilván, tudod. Ne foglalkozz vele.
nem tudom utánozni, ne foglalkozz vele, C-moll, bossa, diastasis, te kezded, 1, 2, 3, 4 Ne foglalkozz vele, ez az? Aha, tök jó, majd hallgasd! DVD felvétel. Budapest, bocsánat, nem volt a többen 14 ezer. Én végül is. Jó, mert messziről is csak ekkora, vagy nem ismernek fel, tudod. De volt kivetítő is. Faszul. Na, hogy is hogyha. Ez megtörtént. Ezt megnézzük. Nem tudom, hogy benne van-e. Az ember nem nézi magát vissza, tanulságként néha, de nem tudom, hogy benne van-e. De ez történt. Ez egy történet. Ja. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim, uraim. Madarász Gábort láttátok, még egyszer szépen köszönjük. Bornyák Tadorján. Géci Viktor, március 30-a MIPA, akinek még sikerül, szaladjon és vegyen Islandre jegyet, hogy köszönjük Madarász Gábor. Nagyon szépen szuper gitár hangot hallhassuk. És hétfőjén is látunk a tévében. Igen, a dalban, Iban ez volt a múltkor nálad. Volt az is. Volt az ez is volt. Mindjárt megjön egy CD-n és kazettán. Azért nem volt, mert zajos. És egy izén állunk, LED-en állunk. LED van, robotlámpa. Tehát... Killer. De most ezt nem azért mondom, csak hogy látom, hogy nem csak vele, hanem szerintem az Iban, valamit műsor. Igen, a csajozós zöld Iban ez is. Az igen, amiért engem nagyon sokan izélgettek, hogy ez mekkora egy ízléstelenség, mert nem tudom micsoda, hogy aki ilyen csúnya gitár, meg mit képzelek. Ki mondta ezt? Mit tudom én. Nem számít, hogy ilyen mond. De igen, és akkor nem jegyezzük meg a nevét. De milyen ízléstelen, nem tudom micsoda. Hát én azt mondanám, hogy tök jó, hát éppen az utat az eszembe. Honnan tudja, hogy éppen azon volt csak húl. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Köszönjük a figyelmet. Szevasztok. Sziasztok. Nyomom le egy